Hazai fiatal tehetségek is színpadra léptek a Jazzszerda című sorozat 48. koncertjén. A jazz szerelmesei ezúttal a Rafiki Hemon trió és a Laskai Péter trió zenéjét élvezhették. Két triót fogunk ma este hallani. Az egyik trió kiegészül egy szólistával, egy szaxofonos szólistával, de azért is nagyon örülünk, hogy két triót is ezek az emberek jöttek el, hogy hallhatunk ma este. Tulajdonképpen ők a mi növendékeink voltak, és a mi zeneiskolánkból származtak, a Dallam zeneiskolából. Törzs közönségünk az kialakult, tulajdonképpen szeretnek ide járni, hiszen változatos programot és műsort kínálunk. Hogy mindig új arcokat látunk, ez természetes, azért ez hallomásból is terjed, és szólnak egymásnak, hogy ide érdemes eljönni, mert itt mindig van valami jó. Elsőként a Laskai Péter trió lépett színpadra. A tagok már régóta együtt zenélnek, bár trió formációban csak nem régóta vannak együtt. Az együttes különleges stílusával próbálta levenni a lábáról a zeneértő közönséget. Mi stílusunk az jazz-rock fúzió, tehát a jazz és a rock együtt alkalmazása, egy kicsit a rock javára, tehát kicsit keményebb zene lesz. Szerintem ebben a zenei stílusban minden korosztály megtalálja azt, hogy neki mi tetszik, mi nem. Tehát, hogyha valaki kicsit kinyitja a fülét, akkor meghal benne olyan dolgokat, hogy aha, ez nagyon tetszik nekem, jó ez a harmónia, vagy jó ez a ritmika. Tehát nem kell túlzottan zeneértőnek lenni, és a kicsik is ugyanúgy élvezhetik. A Jazzszerda sorozat közeledik 50. koncertjéhez. Player Tamás, a sorozat védnöke szerint még mindig tudnak újat mutatni a közönségnek, még tudnak fejlődni. A támogatottsága a sorozatnak biztosított, tehát tudunk tervezni a jövőben is, 50. koncertig és 50. koncerten túl. Másrészt pedig ugye azt látjuk, hogy a hazai jazz életben nem csak az utánpótlás erős, hanem szerencsére a klasszikus nagy bölények, a nagy zenészek is még színpadon vannak, vagyis van olyan hatalmas nagy merítés, amiből tudunk válogatni, vagyis fel tudunk mutatni a mi színpadunkon is olyan zenészeket, akik még nem voltak nálunk, vagy éppen régen vendégszerepeltek nálunk, tehát a fejlődés azt gondolom, hogy biztosított.